Az iskolaválasztás ügye minden család életében jelentős döntés. Különböző érvek dönthetnek. Jó pedagógus, a testvérek által bejáratott szokások, az iskola jó híre vagy presztízse. Minden szülő természetszerűleg a legjobbat szeretné választani. A Széchenyi iskolába érkező szülőket is sokféle motiváció vezette. Kislányom döntött el, hogy ezt az iskolát választja, egyrészt az úszás miatt, meg a tánc, és innentől már csak az volt a kérdés, hogy milyen nyelvet fogunk választani, és azért vagyunk most itt ezen a nyílt napon, hogy akkor végignézzük itt a tanárokat, pedagógusokat, és hogy teljesebb képet kapjak. Emelt szintű testnevelés, ez mindenféleképp is német lesz hozzá. Miért ez egy? Mert nagyon mozgékony, tehát hogy az energiáját ezt le tudja vezetni. A német pedig azért, mert olyan óvodából jövünk, ahol eddig is németet tanult, és ezt tetszik neki. Nekünk sokadik gyermekünk fog ide járni, és örülünk neki, hogy kapjuk ezt a lehetőséget, mert szerintem nagyon magas szinten foglalkoznak a gyerekekkel, és szeretettel, tehát ami a gyereknek nagyon számít. Ugye óvodából kikerülnek, és idegen környezetbe, abszolút tapasztaltan bánnak a gyerekekkel. Első szülött gyermekünk is itt tanul már az iskolában, úgyhogy nyilván ismerjük a pedagógusoknak, akinek az óráit most látogattuk, és mi szándékkal is jöttünk hozzá, hogy lássuk a nap mint napi munkájukat, hogy tanítják a gyerekeket. A Széchenyiben nagyon büszkék arra, hogy a megfelelő sportterek állnak rendelkezésre. Emellett a meglévő értékrend az, amely sokszor a család mindegy gyermekét ide vonza. Bízunk abban, hogy a jelenlegi és a leendő szülők megtapasztalják mindazt az értéket, amit az iskola képvisel. Gyermekközpontuság, nyitottság, problémaérzékenység, a legújabb eszközök és módszerek bent az iskolapadban, és rengeteg specialitás, rengeteg életközeli helyzet, ami arra neveli a gyerekeket, hogy lélekben, testben, tudatban megerősödve megállják a helyüket az életbe. A játék és a mozgás nem maradhat el az órákból, még a matematika is könnyebben megy, ha közben megmozdulhatnak a gyerekek. Emellett kiemelten fontos a nyelvtanulás. Nemzetiségi németet lehet az iskolánkban választani, és angol nyelvet már első osztálytól, ami aztán negyedik évfolyamtól emelt szintű angol nyelvoktatássá növi ki magát heti 5 órába, tehát viszonylag magas óraszámba tanulják a gyerekek a nyelvet. Hát azokra külön érzékenyek vagyunk és büszkék, amikor egy szülő ismét minket választ, hiszen az az elégedettségét tükrözi. Nagyon fontos a sorrendben, hogy első a gyerek, második a szülő, és ezt mind úgy meg tudjuk majd szervezni elégedettségben, hogy a kollégák is megtalálják a számításukat. Akkor összeáll a hármas elégedettség, ami fontos a szülőnek, és nekünk is, hogy milyen intézményi környezetben, milyen klímában zajlik az oktatás-nevelés.